Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon, átalakítottak több bizottságot a képviselők. Közösségek hete május 8-a és 14-e között számtalan programmal várják az érdeklődőket. Márkor a tavasszal is fontos az UV-védelem, egyre gyakoribb a bőrrák. Nigériai csalásokban vett részt a Naki nő, volt, aki 7 millió forintot utalt neki. Átalakították a szekszárdi közgyűlés három bizottságának összetételét a település önkormányzati képviselői, de kosaras autó beszerzéséről is tárgyaltak csütörtökön. A járművet gallyazási munkákhoz használnák. 18 nyílt és közel ugyanennyi zárt napirendi pontot tárgyaltak csütörtökön a szekszárdi közgyűlés tagjai. Elsőként átalakítottak három bizottságot, azokból ugyanis korábban visszahívták a külsős tagokat. A mostani döntés értelmében a pénzügyi bizottságot Máté Péter vezeti. Tagok lettek Móra Viktória, Bomba Gábor és Gulyás Róbert. A gazdasági bizottság élére az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét választották, mellette helyet kapott még Rácz Zoltán, Máté Péter és Gréci Félegyházi Gyöngyvér. Utóbbi egyben a szociális grémium elnöke is lett, mellette Szollár Zoltán, Rácz Zoltán, Kővári László és Főfai Klára kerültek még be. Egyhangulag fogadták el a képviselők a személycseréket. A napi rendek között szerepelt egy emelőkosaras teherautó beszerzése is. Ezt a zöld brigád munkatársai használnák gallyazási munkákra. Azokat a problémákat tudnánk, illetve tudjuk kezelni, amik ugye lakótelepeken, vezetékek környezetébe is megoldást jelentene. Egyéb esetben ezekhez a munkákhoz már 30 ezer forintos óradíjjal tudunk csak eszközt igényelni. A beszerzésre azért van szükség, mert a városban idén átfogó vizsgálat indult, aminek a célja a veszélyes fák visszametszése. A kezdeményezés Máté Péter ötlete volt. Ő most azt javasolta, engedélyezzék a valamivel több mint 10 millió forintos beszerzést, hiszen csak március végéig a bérleti díj közel 5 millió forint költséget eredményezett a városnak. Én azt javaslom, hogy a közgyűlés arról döntsön, hogy az igazgatóságvezető asszony felel a adatok valóságáért, mert valószínű ő látta és ezt ő intézte az ügyletet. Mi arról döntünk, hogy jóvá hagyjuk az ügyletet, hogy ennyi pénzt elköcsön, de az állapotért, a kivitelért, a használatosságért azért ő felel, és nem a közgyűlés. A kormánypárti javaslatot az Éjjel-Szekszárd tagjai is támogatták. Teremtsük meg az előirányzatnak az átcsoportosítását, és akkor ezen kereten belül akkor a főkertész asszony, ha akar, akkor vesz igénybe műszaki szakértőt, ha nem, vagy a cégnél, akkor nem. Tehát a közgyűlés a keretről döntsön, megveheti az autót, és ő választja ki. Köszönöm. A képviselők végül így is szavaztak, vagyis Máté Péter javaslatára elindulhat a 10 millió forintos jármű beszerzése. Villámárvizek alakultak ki szerdán késő délután több Tolna vármegyei településen a hirtelen lehullott csapadék miatt. Jágonakról több videófelvételt is kaptunk nézőinktől. A képsorokon látszik, hogy a sáros csapadék legalább 15-20 cm-es magasságban hömpölygött az utakon, de Pakson is hasonló volt a helyzet. Ott a hatos útra annyi sár folyt, hogy a helyreállítás még csütörtökön is tartott. Viársátor, konyhatűz bemutató és határvadász toborzás. Rendőr és tűzoltó napra invitálják Tolna vármegye lakosait május 5-én, pénteken délelőtt 9 órától délig Szekszárdon a Prométeusz Parkban. A rendezvényen az egyenruhások és a katasztrófa védelem is számos programmal készül. Találkozhatnak a bűnmegelőzési kisbusszal, számos balesetmegelőzési programmal, valamint a katasztrófa védelem részéről tűzsátorral. Tűzet fognak imitálni a kollégák, melyeket majd el is fognak oltani, illetve kerékpáros ügyességi versenyen is várjuk az odalátogatókat. Május 8-a és 14-e között számtalan eseménnyel várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ.
Az intézmény ugyanis idén is csatlakozik a Közösségek hete nevű programsorozathoz. Egyebek mellett a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központtal együttműködve egy családi napra invitálják a lakosokat a szervezők, de folytatódik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem, illetve az Aliszka Brass Band egy önálló hangversennyel kápráztatja el a közönséget, valamint különleges főzőversenyre is hívják a vendégeket. A közösségi értékekre és annak megtartó erejére hívja fel a figyelmet az idén 7. alkalommal megrendezésre kerülő Közösségek hete országos rendezvénysorozat, amelyhez a Babits Mihály Kulturális Központ ismét különböző programokkal csatlakozik május 8-a és 14-e között. Lehetőséget és teret kívánunk biztosítani mi is itt a megyeszékhelyen annak a számos kiváló civil egyesületnek, baráti társaságnak, családi közösségeknek, akik saját magukat is kicsit bemutatják, illetve az a sok-sok szekszárdi civil egyesület pedig a saját tevékenységén keresztül mutatja be, hogy mennyi mindent tesz Szekszárd város népszerűsítésért és kultúrájáért. Többek között május 13-án az intézmény a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központtal egy családi napra invitálja a lakosokat. Ennek során gulyásfőzőversenyen, kézműves foglalkozáson, interaktív érzékszervi játékokon és egy vetélkedőn is részt vehetnek az odalátogatók, illetve rajz- és fotópályázat eredményhirdetése is sor kerül a rendezvényen. Mindig vannak partnerek, akik megjelennek ezeken a rendezvényeinken. Az idén az egészségfejlesztési iroda jön természetesen az ő egészségsátorával, ahol különböző lehetőségek lesznek, majd az egészséges életmóddal kapcsolatosan lehet beszélgetni, és mindenfélét meg lehet mérni, és ki lehet próbálni. A rendőrség jön, illetve a Rév-szenvedélybeteg segítő szolgálat is jön egy programmal. A Közösségek hete keretein belül egyebek mellett folytatódik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem programsorozat, és az Aliszka Brass Band egy önálló hangversennyel kápráztatja el majd a közönséget. Vendéglátóhelyeket ellenőriznek jövő héten Tolna vármegyében az adóhatóság munkatársai. A revizorok vizsgálják a nyugdíj számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrökre elsősorban Szekszárdon, Dombóváron, Bonyhádon és Hőgyészen kell készülni. Közzétette a koronavírus járványból levont tanulságait az Európai Járványügyi Hivatal, amely 4 olyan területet azonosított, melyek javításával az uniós tagállamok jobban felkészülhetnek egy potenciális következő pandémiás időszakra. Az ügynökség szerint határozottan hasznos, ha a tagországok több pénzt és energiát fektetnek az egészségügyi ellátásban dolgozókra, intenzívebben számolnak az egészségügyi válságokkal, a kommunikációra és a lakossággal folytatott párbeszédre, valamint az adatgyűjtésre és az elemzésre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Emellett meg kell erősíteni a fertőző betegségek terjedésének nyomon követését is. Szinte naponta keresik fel bőrrák gyanújával a szekszárdi bőrgyógyászt. A szakember azt mondja, a legfontosabb a megelőzés, így a fényvédelem szinte egész évben nélkülözhetetlen. Bár tavasszal még nem érezzük olyan erősnek a napsugarait, a szakember azt mondja, már ilyenkor is gondolni kell a bőrünk védelmére. Az egyre magasabb UVB sugárzás miatt gyakoribb a melanóma, a bőrrákos megbetegedésének előfordulása. Magyarországon az újonnan diagnosztizált esetek száma évi 3000-re tehető. Az arcot rettentően a napsugárzás rettentően károsítja, ráncosítja, töri a rugalmas rostokat, de ez csak a szépség. De jön a káros oldala, napsugárzásnak van DNS károsító, tehát bőr örökítő anyag károsító hatása, és ott bizony a bőrrákok emiatt elég gyakoriak. És nincs olyan rendelés, hogy ne jönne valaki bőrrákkal. A legfontosabb, hogy elkerüljük a napégést, mert rendkívül ártalmas a bőrre. Mivel az UV-sugarak által okozott károsodások nem mindegyikét képes a szervezet legyőzni, emiatt évekkel később rossz indulatú bőrtumorok képződhetnek. Melanoma az, amit nagyon tudni kell, hogy elkerülni, odafigyelni rá. Bármilyen barna foltot a bőrön, ha észrevesz valaki, ami növekszik viszonylag gyorsan, avval gyorsan orvoshoz kell menni. Többi bőrrák sem egy öröm, de az, ha ki van vágva, meg van gyógyítva általában. De a melanoma korán ad áttétet, ha időben van, az is gyógyítható. De itt a hangsúly az időn van. Indulás előtt fél órával használjunk fényvédőt, abból is legalább az 50 faktorost, mondja a bőrgyógyász, és déltől 3 óráig kerüljük a napot. Hozzátette, hogy a legfontosabb a
megelőzés, illetve az anyanyegyek éves bőrgyógyászati szűrése. Az idei érettségi vizsgaidőszak május 5-én pénteken a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal kezdődik. Május 8-án hétfőn magyar nyelv és irodalom következik, május 9-én matematikával folytatódik a vizsgaidőszak, május 10-én pedig a történelem vizsga jön. Az utolsó írásbeli vizsganap május 26-án lesz, ezt követően az érettségi időszak a szóbelikkel folytatódik. Pénzmosás miatt ítéltek el egy naki nőt, aki úgynevezett nigériai csalásokban vett részt. A néhány éve feltűnt bűncselekmények lényege, hogy a javarészt afrikai országokban élő bűnözők busás haszonnal kecsegtető üzletre próbálják rávenni az interneten átvert áldozatokat. A Tolna vármegyei nő saját maga hozott létre bankszámlákat, amiket ilyen célokra használtak. Az interneten ismerte meg a csalás kitervelőjét a Nakon élő 60-as évei végén járó asszony. A bűnöző rávette, hogy idehaza a saját nevére bankszámlákat nyisson, a kártyákat pedig postán kiküldte az afrikai Gánába. Ezt követően a számlákra éveken keresztül érkeztek utalások. Mint később kiderült, az afrikai csaló főként nőket vert át, hogy utaljanak neki pénzt. Azt hazudta, hogy elveszi őket feleségül, ha segítenek neki eljutni Magyarországra. Jellemzően orvosnak, katonatisztnek vagy amerikai kormányzati munkatársnak adta ki magát. A pénz pedig mondhatni dőlt. Volt olyan sértett, aki 7 millió forintot utalt, de 5 milliós átverés is akadt. Ezek a hölgyek megismerkedtek az interneten, hirdetések, vagy a különböző média felületeken keresztül ismeretlen férfiakkal, akik igen előnyös profilképet állítottak be magukról, felvették a kapcsolatot fordítók alkalmazásával, Messengeren, illetve egyéb ilyen platformokon a sértettekkel. Velük bizalmi viszonyt alakítottak ki, volt, ahol házassági szándékkal is megpróbálták becsapni a sértettet. Ezen bizalmi viszony alapján a sértettek különböző, igen nagy összegű pénzösszegeket utaltak az ismeretlen, vélhetőleg külföldi elkövetők által megadott magyar számlákra. A különös bűncselekmény sorozat 2 éven át tartott. Ez idő alatt a naki nő a saját rokonait is beszervezte, és az ő bankszámláikat is használni kezdte a csalásokhoz. Mindezért cserébe több mint 5 millió forintot kapott, ám végül lebukott és pénzmosás miatt ítélték el. A szexuális törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlott, Tolna vármegyei nőt pénzmosás büntetében, ezért őt 2 év börtönbüntetésre ítélte, azonban a szabadságvesztés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíróság emellett kiszabott 3 millió forint pénzbüntetést is a vádlottal szemben, illetve kötelezte arra, hogy a bűncselekményből származó közel 5 millió forint összegű vagyont, illetve gazdagodást fizesse meg a magyar állam részére. Az ítélet azóta már jogerő. Emelkedett. Regionális hírei következnek. Hetedszerre lesz Pécs a nyár fénypontja, ismét megrendezik a Zsolnai Fényfesztivált. Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, meg kell határozni és szerepeltetni az SZIA bevallásban. Énekes táncos műsorszámok, zenés produkciók, nemzetiségi napot tartottak Komlón. A Zsolnai Fényfesztivál immár 7-szer várja a világszínvonalú fényélményekre szomjazó közönséget, Pécset, július 6-a és 9-e között. A szervezők idén több mint 100 programmal készülnek. Ezek a felvételek a 2022-ben megrendezett Zsolnai Fényfesztiválon készültek. Idén Pécs újra a nyár fénypontja lesz, hiszen július 6-a és 9-e között 7. alkalommal rendezik meg az ország első és eddig egyetlen fényfesztiválját. Több mint 100 program vár az érdeklődőkre. Idén egy olyan kísérleti programot is útjára indít a fesztivál, ami a jövő alkotóit a felsőoktatásban jelenleg résztvevő fényművészettel aktívan foglalkozó fiatalokat állítja fókuszba. Az idei első évben a Pécsi Tudományegyetem, a Kaposvári Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem diákjai vesznek majd részt. A Zsolnai Fényfesztivál a Dél-Dunántúl legnagyobb nyári szabadtéri eseménye, amely azonban nem csak az éjszakára tartogat programokat, nappal utcaszínházi előadások, audiovizuális és fényszakmai programok várják az érdeklődőket.
A tavaly 100 ezer embert vonzó fesztivál legnagyobb érdeklődéssel várt programja a Zsolnai Light Art nemzetközi fényfestőverseny, melynek során a Székesegyház homlokzatán elevenednek meg a háromdimenziós épületspecifikus fényalkotások. A pályázatra idén 31 országból érkezett nevezés. Ezekből válogattunk ki egy közel 20-as listát, amiből majd végül az 5 alkotó lesz kiválasztva, akiknek a munkája látható lesz majd a Székesegyházon. Az ő munkájuk mellett látható lesz majd valamiféle válogatás is az eddigi évekből. Ugye 7. éve van ez a verseny, és rengeteg elképesztően összínvonalas alkotás került eddig be a gyűjteményünkbe. A fesztivál fókuszpontjában olyan műalkotások is állnak, amik a művészetek felvillanyozó erejével tudatosan reagálnak korunk környezeti és társadalmi problémáira, mint a klímaváltozás, az energiaválság és a fenntarthatóság. A Fényfesztivál a budapesti Holland Nagykövetséggel együttműködésben Hollandiát látja vendégül nemzetközi fókuszprogramjában. A látogatók a civil közösségek házában találkozhatnak több kortárs holland fényművészeti alkotással, és az utcaművészeti program is tartogat holland meglepetéseket. Az ingatlan bérbeadás jövedelmét szerepeltetni kell az SZIA bevallásban. Ezt egyéni vállalkozók és magánszemélyek esetében más-más módon kell jelölni a dokumentumban, de magát a jövedelmet is másképpen kell meghatározni. Az adózóknak lehetőségük van a hibásan kitöltött bevallás javítására is, de segítséget is kérhetnek a NAV munkatársaitól. A személyi jövedelemadó bevallásban szerepeltetni kell az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, ezt a tevékenységet egyéni vállalkozóként, magánszemélyként és adószámos magánszemélyként végezhetik az adózók. Az egyéni vállalkozók esetében az erre a tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell meghatározni a jövedelmet, míg a magánszemélyek esetén több lehetőség is van erre. Kétféle költségelszámolási mód közül választhatnak. Az egyik a 90%-os jövedelem meghatározása, a másik pedig a tételes költségelszámolás. Az első esetben a bevételnek a 10%-a lesz a költség, 90%-a pedig a jövedelem, és ezután kell megfizetni a 15% személyi jövedelemadót. A tételes költségelszámolás esetén pedig az SZIA törvénynek 3-as és 11-es mellékletében lévő szabályok szerint elszámolt költségeket lehet érvényesíteni, és ezek után megmaradó jövedelem lesz az adóköteles jövedelem, tehát ezután kell fizetni a személyi jövedelemadót. Szerepeltetni kell a bérbeadásból származó bevételt, költséget és jövedelmet, valamint a 10%-os költséghányad alkalmazását is jelölni kell a bevallás 7. sorában. Egyéni vállalkozóként a 13-as lapokat és a főlapon az ehhez kapcsolódó sorokat kell kitölteni. Az év során levont vagy befizetett adóelőlegeket is szerepeltetni kell a bevallásban a 22 SZIA C lapon. Abban az esetben, hogyha például természetes adatokban ejtett hibát az adózó, akkor javíthatja, helyesbítheti a bevallását, hiszen ez nem érinti az adót, adóalapot és a költségvetési támogatást. Hogyha az adót, az adóalapot és a költségvetési támogatást érinti a helyesbítés, akkor már önellenőrzésről beszélünk, és mindkét esetben egy teljesen új bevallást kell benyújtani, már a helyes adatokkal. A bevallás elkészítéséhez bármelyik ügyfélszolgálaton kérhető segítség, vagy a 1819-es infóvonalon is kaphatnak tájékoztatást az ügyfelek. Amennyiben az ügyfélszolgálatot választják az adózók, akkor érdemes a bevalláshoz kapcsolódó iratokat is elhozni, így gyorsabb és könnyebb az ügyintézés. Nemzetiségi napot tartottak Komlón. A több mint 10 éve hagyományos programon a helyi német, horvát és roma kisebbség kultúráját ünnepelték. Énekes táncos műsorszámok, zenés produkciók várták az érdeklődőket. Május 1-én került megrendezésre a Nemzetiségi Nap Komlón. Az esemény már több mint 10 éve hagyomány a településen, így minden évben összegyűlnek, hogy a helyi német, horvát és roma kisebbség kultúráját ünnepeljék. Az idén 30 éves a város francia testvérkapcsolata is, így az évforduló alkalmából egy francia delegáció is ellátogatott Komlóra. Az érdeklődők különböző nemzetiségi csoportok előadásait tekinthették meg, mint például a helyi óvoda német csoportját, akik énekes-táncos műsorral készültek a nemzetiségi hagyományok ápolásának ünnepére. A gyerekek már az óvodába lépés kezdetétől tanulják a német nyelvet, és abszolút játékos módon, énekelve, verselve, mondókázva, mindenféle játékokon keresztül,
egyszerű formába, amit ők könnyen megtanulhatnak, és végig, amíg iskolában nem mennek, végkíséri ez a mindennapokat a német nyelv. A legkisebbek saját kékfestőben vonultak a színpadra, hiszen az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok mindennapos ápolására. Mi nekünk van német nemzetiségi ruhánk, ez igazi, valódi kékfestőanyagból készült a lányok szoknyája, illetve a fiúknak a Schuster köténye. Ezzel is igyekszünk ápolni ez a német nemzetiségi hagyományokat, hogy föllépünk ezekbe a ruhákba, használjuk is a mindennapokban is. A németek mellett természetesen a többi nemzetiség is képviselte a saját kultúráját különböző táncos és zenés produkciókkal, így az egybegyűltek, együtt tudták a hagyományaikat és békés együttélésüket ünnepelni. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Közgyűlés Szekszárdon átalakítottak több bizottságot a képviselők. Közösségek hete május 8-a és 14-e között számtalan programmal várják az érdeklődőket. Márkor a tavasszal is fontos az UV-védelem, egyre gyakoribb a bőrrák. Nigériai csalásokban vett részt a Naki nő, volt, aki 7 millió forintot utalt neki. Pénteken és szombaton napos és mérsékelten vagy erősebben felhős időszakok egyaránt várhatóak. Néhol előfordulhatnak kis területet érintő gyenge záporok. Szombaton délután északnyugaton zivatar sem kizárt, gyenge lesz a légmozgás és kellemes 20 fok feletti hőmérséklet várható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!